Az önkormányzat pályázatot kíván benyújtani zárt kerti utak szort út alappal való felújítására, fejlesztésére és gyümölcsös telepítésére, illetve annak vadkerítéssel való bekerítésére. Az Agrárminisztérium által meghirdetett ZP kötőjel egy kötőjel 2021 kódszámú zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastruktúrális hátterét biztosító fejlesztések támogatására pályázati felhívás jelent meg. A pályázat célja az ingatlan nyilvántartásba zárt kertként nyilvántartott ingatlanokon meglévő genetikai sokféleség megőrzése, a környezetvédelme, a külterületeken folytatott szőlő és gyümölcstermesztés termesztés fennmaradása, valamint a vidéki tájfenntartás céljából a zárt kertként nyilvántartott ingatlanokon, mezőgazdasági hasznosítását elősegítő fejlesztésekhez, valamint a zárt kerti ingatlanokhoz kapcsolódó gazdálkodási forma fennmaradásához szükséges infrastruktúrális háttérfejlesztése. A jelen projekt keretében Karcagvárosi Önkormányzat a tulajdonát képező 2952 13055, 4552 4555 és 4556 helyrajzi számú zárt kerti utak szórt út alappal való felújítását kívánja megpályázni, Brutó 18 millió forint összegben. Továbbá 7 millió forint keretösszeg erejéig a 13.224-es helyrajzi számú területen kert vadkerítéssel való bekerítésére kerül sor. Az önkormányzat által igénylendő visszanemtérítendő támogatás összege 25 millió forint. Az igénylendő visszanemtérítendő támogatás mértéke 100%.